tavaszi készülődés jegyében szerintem mindannyian arra törekszünk, hogy nyára a legjobb formánkat, a legjobb külső megjelenésünket tudjuk hozni, és aki már hallott a Tékót kutatási programról, szerintem kevesen vagyunk az országban, akik nem tudjuk pontosan, hogy mire való a baktövis, és mit szolgál ez a program, azt tudja, hogy éppen ebben lehet segítségünkre. Mi a lényeg ennek a kutatásnak? A start úgy szólt, hogy van-e olyan gyógynövény, ha körbenézünk így az elérhető növénycsaládoknak a területén, amely valamelyes kapcsolatba hozható a telomer és az ezt regeneráló úgynevezett telomeráz enzimmel, ez egy sejtszintű történések, illetve hosszú idő óta azért a népi megfigyelés alapján bizonyos nem gyógyító, de egészségmegőrző, fittségnövelő, fáradékonyságcsökkentő hatásokkal rendelkeznek. És ezzel az öregségi betegségeket is meg tudnánk előzni? Hát az igazi küzdelem most világszerte nem is annyira az élethossz megrövidülése irányában folyik, hanem az életünknek az a szakasza, amikor sajnos betegségekkel teletűzdelve és panaszokkal megrontva kell élnünk, hogy ez minél rövidebb legyen és minél hosszabb legyen az a rész az öregedésünk, az idősödésünk során, amely kellően fit állapotban és nem a környezetnek kiszolgáltatva állapotban történik. A cél tehát nem az, hogy minél tovább éljünk, hanem hogy minél tovább maradjunk egészségesek. És ennek érdekében a legbölcsebb dolog, amit tehetünk, hogyha a telomeráz enzim aktivitását a szervezetünkben fokozzuk, vagy ennek az enzimnek a termelődésére rábírjuk a szervezetünket, és ez leghatékonyabban a kísérletek tanúsága szerint a baktövis nevű növényen lehet. Az életmódnak is nagy szerepe van, fokozott fizikai aktivitás, stb. És ehhez csatlakozhat bizonyos növényi hatóanyagoknak is a nagy csoportja. A Tékót kutatási programnak, de csak az első szakasza biztosan lezárult, a baktövisről viszont még rengeteget fogunk hallani. Addig is ne feledjék, hogy az egészséges életmód épp oly fontos az egészségünk, a fiatalságunk megőrzéséhez, mint bármilyen csodaszer, úgyhogy menjenek a szabadba, itt a tavasz, és kezdjenek el sportolni.